Kamerarendszer fogja figyelni Sátoraljaújhely utcáit, tereit. A rendszer kiépítése utolsó fázisához érkezett, azaz a hónap végére minden kamera a helyére kerül. 14 darab új kamerát szerünk fel, nem csak a Sétál utcán, hanem a belvárosban, de lesz például kamera a Rákóczi utca Köztársaság utca kereszteződésén, a Rákóczi utca tetején, a Vasvári Rákóczi kereszteződésén, tehát a város tágabb értelmű vett belsejét igyekezzük bekamerázni, és ami nagyon fontos, nem csak archiváló kamerákat teszünk ki, hanem bizony 24 órán keresztül ember fog ülni a kamerák képe mögött, mert az a gyorsaság, ami ilyenkor kézzelfogható, az adja meg az igazi fegyvertényét annak, hogy van egy ilyen rendszer. Egy eklatáns példát, ha mondok, hogyha éppen látja az operátor, hogy egy kukát borogatnak a Rákóczi utca tetején, szóval a rendőrségnek, mire a rongáló észbe kapna, addigra bizony a szakszerű intézkedés már meg is történhet. Nem csak a kamerarendszer fejlesztésével szeretné biztonságosabbá tenni a várost az önkormányzat. Az Amplini Fiatalok Határtalan Együttműködéséért Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően olyan eszközbeszerzést is végrehajtanak, mely segíti majd a városőrök, polgárőrök munkáját. Így éjjellátó készülékeket, láthatósági mellé, valamint rádiós adóbevő készülékeket biztosítanak majd a Sátoraljaújhely övezését végző szervezetek munkatársainak. Ha nekünk lehetőségünk van arra, hogy konkrét eszközbeszerzésre segítsük az ő munkájukat, akkor ezt meg is kell tennünk. Úgy gondolom, hogy ez ilyen esetben mindenféleképpen feladata egy városnak, egy olyan szervezetnek, aki zászlajára tűzte azt, hogy egy térség, egy lakosság, egy város polgárai biztonságosabban élhessenek. Ennek köszönhető az, hogy eleve a pályázatot úgy álltottuk össze, hogy mindenféleképpen legyen benne a lehetőség eszközbeszerzésre, és az említett eszközök azokhoz a szervezetekhez, azokhoz az emberekhez kerüljenek, ahol a legjobb szolgálatot tudják tenni. Mindezen intézkedések a bűncselekmények felszámolását, megelőzését célozzák meg.